filmet szerettem volna az angyalokról, tehát egy forgatókönyvet írtam először angolul, majd jött a sugallat, hogy nem, ebből egy regényt kell írni, és hát mivel magyar vagyok, ezért azért a könyv, az egy más, én soha nem írtam még semmit, tehát a könyvet az anyanyelvemen fogom tudni, ha egyáltalán meg tudom írni, akkor ezt gondoltam, akkor magyarul. És azért elég jól sikerült. 14 éves korom óta körülbelül keresem már az utamat, akkor kaptam meg anyukámtól az első ilyen spirituális könyvet, emlékszem is rá, ez a Ciprusi Mágus volt. Nem egy könnyű olvasmány, így visszatekintve, de engem nagyon érdekelt, és habzsoltam, és akkor onnantól kezdve indult ez az egész útkeresés. Elvégeztem egy agykontroll tanfolyamot, így indult, úgy akartam leérettségizni, hogy tudjam ezt kontrollálni valahogy, úgyhogy már akkor elkezdtem úgymond az agynak a mágiáját tanulni, meg hogy mire vagyunk mi képesek, milyen teremtésre vagyunk mi képesek, hogy van ez már, ez így akkor elindult, és aztán megkaptam egy könyvet, ami Doreen Virtue-nak tehát az angyalokkal kapcsolatos, ő hogyan ébredt rá, az ő útja, erről olvastam, és akkor ott az angyalokba abszolút beleszerettem. És amit én a könyvemben leírtam, az nagyjából az ő tanaira alapul, de közben, miközben írtam a könyvet, addigra azért már nagy utat tettem meg, és rengeteg tapasztalatot szereztem velük. Kértem a segítségüket, hogy segítsenek, még nem nagyon képzeltem őket el, hogy milyenek. Hogy szárnyasok, vagy fények, vagy bármi, hanem egyszerűen a tudat, hogy vannak, az bőven elegendő volt. És sosem csalódtam bennük, mindig jöttek, mindig segítettek, és csodálatosan, tehát úgy, hogy az ember nem is gondolná, hogy milyen megoldásokat tudnak. Én azt gondolom, hogy vagy ez, ő meg azt mondja, hogy jó, lesz majd egy sokkal jobb, mint ahogy te azt elképzelted. Mivel az embereknek kell egy kis kapaszkodó, és én azért egy elég széles kört szerettem volna megcélozni, ezért egy elfogadható, ezt a klasszikus, antik ábrázolást használtam a könyvben, hanem egy trendi, rockos, egy jó stílusú karaktereket, öltözködési stílusú karaktereket választottam. Mert ők lehetnek akár a legjobb barátaink is, és én őket így akartam ábrázolni, egy olyan barát, akivé szeretnénk válni. Az a nagyon menő, cool figurák. Rengeteg ilyen könyvet olvastam már, ami önsegélyező. Ami kinyilatkoztat, ami megmagyaráz, megmondja, hogy mi a tény. Én egy könnyen befogadható regényen keresztül szerettem volna megmutatni, mert én abban hiszek, hogy a példa az, ami a legjobban megragadja az embereket. Én mindig azt szerettem ezekben az önsegélyező könyvekben, amikor egy konkrét példa volt leírva, hogy fú, ez történt. Tehát én ott tudtam mindig azonosulni, és ott tudott megragadni a könyv mindig. És azért gondoltam, hogy inkább egy regényt írnék, egyébként meg se fordult a fejembe, hogy mást. Között a szerelmet nem lehet kihagyni egy ilyen történetből. Én azt gondolom, hogy ez a sava borsa az életnek. Más értelme nincsen. Mindenkit ez motivál. Mindenkit. Még a hadvezéreket is. Akik szkeptikusak az angyalokkal kapcsolatban, és erről tapasztalatom is van, is nagyon tudják élvezni ezt a történetet, mert egyébként egy rendkívül magával ragadó regény, és felfoghatjuk úgy, mint akár egy fantázia regényt is. De egyébként az konkrétan azok az emberek, akik elolvasták és szkeptikusak voltak, megmondom őszintén, hogy ők utána elkezdtek hinni az angyalokban.